Na, folytassuk az Alien Isolation-t. Sziasztok! Várjál, igen. No, várjál, ez a játék eleje itt, nem? Várjál, se lehajolunk, át tudunk menni? Akkor át. Jó. Igen, ez a játéknak a legeleje. Aha. Akkor nagyjából tudom, hogy hol vagyok. Hát remélem, hogy jó felé jövök. Bár... ott van egy ajtó, amit ki tudnék nyitni, de pont nem erre kell jönni, úgyhogy visszamegyünk az ellenkező irányba. És ha már itt vagyunk, akkor egy orvosi csomagot bepuszilunk, mert fél HP-sak vagyunk, és hát... mondjuk, ha jön az alien, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi életünk van. De azért így jobban mutat, hogy teli van. Egy. Mármint, hogyha sokat érne, meg a belövő puska is. Hely, de jó! Lángszóró, 16 töltény, az egyetlen egy pörzselés. Ami azt jelenti, hogy semmire nem fogok menni egy alien-nel szembe, főleg úgy, hogy kettő vagy három pirítás kell neki, míg elmenekül. Na mindegy, ionvágóval. Igen, mert a játék elején ezt nem tudtuk kinyitni. Várható volt, hogy majd még vissza fogunk ide jönni valamikor. Nyissad az ajtót! Legyen 500 alien velem szemben, nem? Na és egy lift. Ennyi? Csak egy lift volt elzárva? Semmi több? Free the Torrents. Teljesítményt értél el Steamen. Köszi szépen. Jönnek az acsik rendesen. Na. Az állomás darabjaira hullik. Ennek nagyon örülök, mentsük el a játékot először is. Menekülj össze azt a porról. Igyekszem. Igen. Are you close enough for radio contact? I'm here! Ripley, thank God, I hear you! I need you to extend the dog cradle plant quickly. There are two. Should be close by. Indítsam el a dokkolót. Hát... most az pont itt a hátam mögött kell. Vagy ezt hol kell indítani? Fákja, de jó. Pedig valahol itt kell valamit aktiválni. Áram ellátás szükséges hozzá. Hát nagyon jó. Mondjuk itt van egy terminál, és nem merek szaladni sem. Aha, anyádat. Ennek világít a szeme. Ez meg zárva van, de jó, akkor itt mi a szart csinálok most? Ha? Nagyítsunk bele a térképbe, nem is ide kell jönni. Egy másik terminálhoz. Baszki! Pedig... direkt! Messzi voltam tőled. Itt fent valahol van egy másik... terminál, elrejtve. Aha, ott. De olyan jók ezek a hangeffektek meg minden, még véletlenül se nyugodjon meg a lelked. Anyádat. Jó. És most? Át kell menni a túloldalra. Oké. Okay. Ugye nem él ilyen. Eltűnt. De ide meg áram kell.
Nyissuk ki a szellőzőt. Mert a kábelek ide jönnek le. És akkor lehet, hogy az áramot itt kell valahol visszalőni, sőt valószínű. Aha. Így. Akkor most elvileg áram alatt van a cucc. Aj, de jó, hogy még ez is itt van. Jó. Jó, most kell az a terminálhoz menni, amihez az előbb mentem. Félek amúgy. Ez az. Felső vezérlő. Ó, basszus, az meg ott van fent. Nyilván a felső vezérlő nem lent van. GG Pisti. Oké. Na most Alient. Oj, de jó. Itt van egyébként mentés valahol? Ja, persze, a világ végén. Fasza. Ó, nem, itt is van. Oké. Okay. Akkor már mentek is. Yes. Na. Használhat, helyette használhatnád helyette. Ez az. El kell jutnom a légzsiliphez. Oké. Okay. Az hol van? Ja, ott a mentés mellett. Oké, okay, már megyünk is. Ezzel nem foglalkozunk, mert most volt mentve. Innen ho? Ja, innen ugrottál ki, te mocsok dög. És persze utána kell menni, mert merre kéne menni? Ó, molotov koktélt csináljunk, csak egyet. Még egyet nem tudunk csinálni, jó. Ha esetleg szükség lenne erre. Na csak hogy belőttem? Majd balra kell menni. Oké, okay. Csak az a baj, hogy kerülnem kell. Na várjál, ő onnan vissza fog jönni, mert ott nem tud hova menni. Mi? Nem már, ketten vagytok! Tehát hallottam még egyet. Most ez...
Egyszerre kettő ellen? Kéne nékem lángszóró. Oha. Oké. Okay. De hát itt ketten voltak. Hello. Még lángszóró. Fémhulladék. A láda az nem lootolós. Kérlek, várj. Ez sem lootolós. Jó lenne egyébként most menteni egyet. Csak hát ugye ahhoz meg várni kell, ki tudja, hogy mennyi időt. Addig szétnézek, hogy esetleg valahol van-e még loot. Akár csak lángszóró. Azt, aha, van. Töltet, és maxon van, jól van. Teljem el az idő, kérlek várj. Meddig mégis? Kérlek várj. Jó, hát fogalmam sincs, hogy ezt hogy fogom itt most megcsinálni. Két alien egyszerre. Mondjuk lenne a fészekben is többen voltak. Kérjük, várj. De nem. Aj, tudtam, hogy a visszafelé kéne menteni. Ez az. Ellenség a közelben. Kösz a figyelmeztetést. Ezt már tudom. Igen, elmentjük. Lehet, hogy túl hamar jöttem. Menj már, rálépek a farkadra. Oké. Okay. Hova lett? Ja, ott van. Ne nagyon veszítsük el szem elől. Aha! Kösz! Ez így bíztató. Merre van a légzsilip? Erre. Jobbra. Térkép. Szedd már ki belőle a ruhát, hello. Hú. Hát ez így, király. De itt valami biztos, hogy lesz. Hát persze. Szia! Credits? Nem lehet credit. Majd elmondom, hogy miért nem. Oké. Okay. Hát ez nagyon jó. Kérdés. Embriózás előtt vagy után vagyunk. Hello. Merre megyünk? Ja, erre. Király. Fasza, jók vagytok. Küldjetek még ilyet.
Jó, ez most megöl. Vagy nem? Úristen, mennyi tojás! Azt a rohadt! Oké. Még adjál lángszórót. Megköszönném. Megpirítottalak, nehogy rám ugorj, kösz. Még kérek lángszórót. Fákja. Baszki! Köszi. Rendesek vagytok. Remélem itt egyikből se jön ki már. Mondjuk nyitva van, na mint. Az mondjuk nem túl jó. Csomó tojás nyitva van. Az ki! Hát persze. Persze. Oh. Ez lehet, hogy fájt. Mondjuk ez már nagyon vége hangulat. Azt a rohadt életbe. Na jó van, nem érdekel, hogy itt mi van fent, vagy mi nincs. Lépcső, vagy létra. Á, még lángszóró. Feltételezem nem véletlenül. Hogy olyan messzire kell menni, de jó. Oké. Okay. Aztán merre? Erre? Jön még? Hogy ne jönne? Tényleg? Túl közel volt. Mit nem mondasz? Hello? Ugye most nem fog jönni, mert nem tudok hova elbújni. Ez se véletlenül van ám itt. Azt meddig várjak rá? Nem? Hát nem. Kurva! Rohadt skriptes vonatok, bazd meg. Ne, léci, ne csapj el. Köszi. Haj, de jó. Hol van? Hol van? Anyád, ez nagyon közel volt, jó? Ez volt az utolsó, hogy ilyen közel engedtelek magamhoz. És innen hová megyek tovább? Ja, arra! Haha! Tudod, hogy le fogsz akadni.
Jó, hát ide a lámpa nem kell. Hoppá! Ugye nem? Oda teheted a kezedet, sokra nem mész el, úgy agyon fog nyomni, hogy nem igaz. Jó, hát akkor futunk. Mentsek? Nem lehet menteni se. Jó. Ruhát, adjál ruhát, köszi. Tehát visszajöttünk ugyanide. Szabadíts ki Torrance-t. Oké. Add csak ezt ide. Még egy élient létszi, ne. Rossz emlékek. Hó, oké. Jó, légzsilip. Ez az. Hú. Sose hagyjuk már el ezt a rohadt helyet. Huha. Bocs, srácok, egyébként, hogy annyira nagyon hú, de szótlan lennék, de... De így... Levegőt alig tudok venni, nem hagy beszélni közben. Hát ez már annyira durva itt ez a rész, hogy ezt elmondani nem lehet. Hát jó. Hú. Nem, fejlámpa elemet nem lehet újra tölteni. De azt nyilván majd akkor, hogyha kibújtunk a szkafanderben. Valahogy Torrance-t ki kell szabadítani, ugye? Az a feladat. Odáig el kell jutnom. Azt hogy? Gondolom ez a kisvasúttal. Igen. Gombhasználat, yes. És ilyenkor se fegyver, se semmi. Ki. Hoppá! Bunny hop! Miért van az érzésem, hogy ez csak... Ez a jegy, ez csak ide szólt. Nem retúrt vettünk, én úgy érzem. Másszál már fel a lépcsőn egy picit tempósabban. Nem? De? Jó, ez az. És itt? Itt mi a fene van? Igen. Aha, kézi kiadó kell, látod őket. Itt az egyik. Hozzáférés a kártyához. Na, akkor még jó is, hogy ide jöttem előbb. Igen. Kulcskártya használat. Egyszer. Ja, erre nem tudok elmenni, akkor kerülni kell. Igen. Akkor jöhet a másik, ott is itt külön kártya van? Igen, külön kártyás a két cucc. De akkor mindegy, hogy hova jöttem volna. Jó, ezzel megvolnánk, és most... Aha! Hát ez meg pont úgy néz ki, mint az Alien 1-ben az önmegsemmisítő az űrhajón. Ott is ugyanez volt a panel, ugyanezek a ezek peckek voltak. Négy ilyen kis oszlop. Ugyanez volt az önmegsemmisítő az Alien 1-ben.
Azaz, gyerünk. Ott van bent egy gomb, megnyom. Jöhet a következő. Aktiváljuk azt is. Csak a filmben nem itt volt kint a hajónak a fedélzetén az önmegsemmisítő, hanem bent volt valahol. Viszont a filmben az önmegsemmisítésig volt az indítástól 10 perc. És remélem azt a 10 percet nekünk nem kell megvárni. Micsoda történik? Ja, szia Alien! Meg szia egy másik! Tök mindegy, valamit nyomjál meg! End of the hunt! Kis pötty. Hát nekünk nem kellett megvárni ezt a 10 percet. És... vége a játéknak? Vagy most mi történt? Nem, még éle? Ó, ez az. Akkor túléltük. Nyilván. Hol a híd? Hol a híd? Légzsilip. Orvosi részleg. Igen. Ja, ott a híd. Aha, ezen végigmegyünk, aztán áll balra. Oké. Okay. Ja, igen, mert most azon a hajón vagyunk, amivel jöttünk. Verlaine? Hello? Haszki! Akkor ő már nem él. Balra. Jobbra. Használ. Nyom már meg! Ripley kijelentkezik, teljesítményt értünk el. Na. Akkor ez már csak az ending lesz. És igen. Igen, ez a vége. Kilőttük saját magunkat az Alien-nel együtt az űrbe. Igen, kilőttük magunkat az űrbe az Alien-nel együtt. És ez volt a játéknak a vége. Hú. Ja, Istenem. Mit is mondhatnék a játékról? Hát 4 évet kellett várni rá, hogy rászánjam magam, hogy végigjátszom, és egyáltalán nem bántam meg. Nagyon jó játék volt. Körülbelül a fészkes rész után én végignéztem mind a 4 filmet. És így egy picit, hogy is mondjam, hát... sok minden értelmet nyert, bár mondjuk a játéknak inkább az első részhez van köze, illetve a második rész elejéhez, illetve a 2 rész közti időszakhoz. Mert a második résznek a elején lelövik a játéknak a végét. Hogy elég érdekes volt, főleg itt a végén az a tojásos rész, amikor ugye ki kellett szabadítani magunkat. Az nem jelenti azt, hogy Amandába nem raktak bele egy embriót, mert később ki lehet azt ugye operálni.
De a filmnek a második részében ellövik azt a csattanót, hogy Amanda 66 évesen hal meg, ugye az első résznek az eseményei után, bőven, mert ugye akkor ott Ellen ugye 57 évet volt mély álomban, és akkor ő, amikor magához tér, ugye megtalálják kinn az űrben, akkor a lánya, ugye Amanda már meghalt 2 éve. És hát ugye a 15. szülinapjára akart hazamenni Ripley. Úgyhogy ezt a film sikeresen lelőtte nekem, hogy Amanda az nem fog meghalni, pedig az lett volna az egyik tippem, hogy valamilyen úton, módon, de meg fogunk halni a játék végén. És hát ahogy több elméletem volt ezzel kapcsolatban, hogy. És hát ahogy megnéztem a filmeket, és ezt így lelőtték, hogy hát 66 évesen, na akkor ennek más befejezése lesz, úgyhogy ez egy picit meglepetés volt. Hát tulajdonképpen kilőttük magunkat az űrbe, és ott a végén volt egy fény, gondolom, hogy egy hajó megtalált minket, úgyhogy valószínűleg, hogy nem fog meghalni, majd csak tényleg 66 éves korában, úgyhogy a játéknak a készítői ezt a történet szálat nem ferdítették el sem erre. És így, hogy visszanéztem, azért voltak benne olyan dolgok, amik, illetve nem vissza, hogy megnéztem a filmet, például a apró dolog, de az örök mozgók, a kukk, az benne volt az első részben. Ezek a kártyák is benne voltak ugyanúgy a filmben. Benne volt ugye a főszámítógép, ami ugye úgy nézett ki, mint az X-Menben a Celebró, az a nagy gömb. Más formában, de az a szoba, az benne volt a filmben is. Az androidoknak ez a gyilkos parancsuk, ez ugyanúgy benne volt a filmben, mert ugyanúgy megzavarodott az android, és ugye Ellent meg akarta ölni. Egyébként vicces, mert egy összetekert magazint akarta a szájába belenyomni, és úgy akarta megfojtani. Ami ugye benne volt a játékban is, hogy az egyik recepciós úgy találtak, hogy így hátra volt dőlve, és a maga összetekert magazin lógott ki a szájából. Úgyhogy ez megint egy kisebb utalás volt a filmre. Akkor voltak még ilyen érdekes dolgok benne. Azért sok utalás volt az első részre. Há, ott vannak egyébként a szereplők is, és ott van Sigourney is. Jaj, de jó. Tehát akkor tényleg ő adta hangját Ellennek. Hát voltak ilyen utalások, amiket így utólag fedeztem fel. Ja, hát és persze az egyik legfontosabb, hát az idegen hajó, amiről ugye nem derül ki, hogy kerül oda. Ugye, ami egy visszaemlékezős rész volt ebben a játékban, most az első rész úgy kezdődött ugye a filmben. Hát az első 20 percben tulajdonképpen, vagy fél órában, ott is ugyanaz, szerintem ugyanaz, centiről centire ugyanaz volt az az idegen hajó, amit ugye a filmben is, meg itt a játékban is megtaláltunk. Ugyanúgy ott volt az a vezérlőközpont azzal a lényel ott rajta, már ha lehet élőlénynek nevezni. Ugyanúgy ott mellette volt egy kis lyuk, és ugyanúgy ereszkedtünk le itt a játékban, mint a filmben. Ugyanúgy ott volt az a több száz vagy ezer tojás, ugyanúgy egy embert embrióztak be, tehát azért voltak ilyen nagyon durva átfedések, és érdemes hozzá megnézni az első filmet mindenféleképpen, mert szerintem azzal kerek a sztori. Igen, és hogy milyen a játék? 4 éves, kicseszett szépen néz ki még mindig, nagyon jó, tényleg nagyon szépen néz ki. Az Alien hangulatot egy az egybe átadja, elejétől a végéig. Az ijesztős részeket nem nyomja túl, tehát nem, tehát a játékot nem tudom mennyi idő alatt vittem végig, 10 pár óra alatt szerintem. Egyszer nem éreztem azt, hogy ezt a fosatós, parás hangulatot túlnyomta volna bárhol is. Az Outlast-tel ellentétben. Voltak benne ilyen lájtosabb részek, voltak benne durvább részek, főleg itt a végén. De nem az volt, hogy folyamatosan az arcodba tolta a jumpscare-t, és folyamatosan már számítottál rá, hogy na most úgyis majd jumpscare meg fogsz ijedni. Nem. Tehát itt ez nem volt túltolva szerintem, bár tény és való, hogy a játék egy picit onnantól kezdve,
hogy megkaptuk a lángszórót, elveszítette azt a félelmetes, beszaratós hangulatot. Nyilván a végén egy picit visszajött, amikor már nem volt benne lőszerem, meg molotov koktélom se volt. Akkor visszajön az a lopakodós, ijesztős, parás hangulat, de egyébként, hogyha van lángszórod, akkor már egy picit bátrabb vagy, és akkor már nem olyan ijesztő a játék, mint elején. Hát, hogy milyen volt a játék? Szerintem zseniális. Ez nálam egy 10/10-es. Egyetlen egy hibát tudnék felhozni, az pedig az, hogy valami oknál fogva X időközönként random kilépked a játék. És ezzel nem tudom, hogy mit lehetne kezdeni, most már semmit, mert végigvittem a játékot. De ez egy picit zavaró volt, hogy így ott voltam a mentés előtt, pár méter és kilép a játék, se hibaüzenet, se semmi. Ezt az egy negatívumot tudom felhozni, de a hangok, a zenék, a képi világ, az kegyetlen jó volt. Hát a idegrázott sokszor, meg majdnem hátra borultam a székkel. Az nagyon epik pillanat volt, amikor azt hittem, hogy vége van valaminek, és akkor azt mondta a játék, hogy nem, csak ízd össze magad, és akkor így hát az igazság, hogy az olyan volt, hogy így hátradőltem egy picit a széke, egy centit megdöntöttem a széket, és az arcomba ugrott az alien, és akkor teljesen így hátradőltem, amennyire csak lehet, így ennyire. És az volt a szerencsém, hogy a széknek a, ugye ötágú a széknek a lába, hogy pont úgy volt a széknek a lába, hogy nem így volt a hátam mögött a lába, hanem így. Tehát, hogyha így lett volna a széknek a lába, tuti, hogy elborulok a székkel, mert löktem magamon akkorát, hogy elborultam volna. Tehát az volt az egyik legdurvább pillanat az egész játékban. Azt viszont sajnálom tényleg, hogy a második film lelőtt ennek a játéknak a végét, hogy mi lesz a mandával. Na mindegy, srácok! Ennyi lett volna az Alien Isolation végigjegyszer, remélem, hogy tetszett nektek. Nekem nagyon tetszett. Köszönök szépen minden lájkot, minden kommentet, amit a végigjátszás során kaptam. Köszönöm szépen a megtekintéseket, a figyelmet, mindent. Nem tudom még, hogy milyen horrorral fogok jelentkezni a következő, hát nem is az, hogy következő videóban, hanem az elkövetkezendő időben. Mindenféleképpen szeretnék valami jó kis horrort még keresni. Nagyon gondolkodom azon, hogy elkezdem a Doom 3-at, vagy a Fear trilógiát. Outlast-et biztos, hogy nem. Meg az Amnéziát sem. Hogyha van ötletetek, hogy milyen ilyen jó kis túlélő, vagy milyen jó kis horror játékok vannak, kommentbe várom a tippeket. Átgondolom, és akkor végigjátsszuk azt is. Na de srácok, én Pisti voltam. Ő volt az Alien Isolation. Amandával túléltük a jó kis kalandunkat. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és majd legközelebb találkozunk.